A hagymati Kummakó legfőbb nevezetességei közé tartozik, évente több százezer embert vonz a városba. Ennek a fontos turisztikai szerepnek a tudatában a gyógyfürdő hosszú évek óta küldetésének tekinti a folyamatos újítást, a vendégek igényeinek minél szélesebb körű és minél magasabb szintű kiszolgálását. Az évfürdője internetes versenyen a Csongrád megyei fürdők között idén első helyezést elért komplexum jövőbeni tervei között szerepel, az élményrészleg további bővítése és egy új uszoda létrehozása is. A városvezetés igyekszik felmérni az erre vonatkozó igényeket a lakosok körében, és stábunk is kíváncsi volt az itt élők véleményére a várható fejlesztésekkel kapcsolatban. Azt tartanám hasznosnak, hogyha lenne egy igazi nagy medence, amiben normális versenyeket lehet csinálni. Azt tartanám. Azért nagyon mérgesek voltunk itt Makón, hogy gyönyörű a fürdő, csodálatos. Ez az egy nagyon fontos kimaradt. Hasznos, mivel ugye azért megyünk, mert hogy pihenjünk, meg hogy jól érezzük magunkat, és ugye éppen a gyerekeknek is jót tesz, mert ugye szabad időbe hétvégenként nem ártana valami olyan dolgot is csinálni, ami kikapcsolja őket, meg úgy levezeti a feszültséget az iskolából, meg úgy a felnőtteknek is. Szerintem jó dolog. Vonza szerintem a környékről jobban, mint eddig a látogatókat. Tehát én fontosnak tartom az egész fejlesztést, amit olvastam róla az újságban, a Makói Hírekben. Elég 50 méteres, nagyon sajnáljuk. Mondjuk én úsztam valamikor, szerettem volna járni. Vagy 33 méteres az, ha jól tudom, tehát egy rövidebb pályás, tehát kellene egy a makóiaknak, akik szeretne sportolni, úszkálni, azonnak kellene egy. És két terv van. Az a másik kérdés, mert az van az, hogy a fedett lenne, az is nem szabad térje, hanem téli sportolásra alkalmas legyen. Kijelenthető tehát, hogy a lakosság változatos összetételéből fakadóan a fejlesztésekre mindig nagy az igény. Úgy a fürdő vezetősége, mint a szolgáltatásukat igénybe vevők oldaláról megtalálható az a nyitott és változtatni szándékozó hozzáállás, amely elősegíti, hogy a város versenyképes maradjon térségi és országos szinten is.